Szeretném mindenkinek bemutatni Demján Antal Juditot, aki az új tudattechnológiáinak a hazai terjesztője, vagy szervezője, vagy hogy tudnám ezt apostrofálni? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Tulajdonképpen magamat egy olyan lelkes, nagyon-nagyon nagy hívvel elkezdő tanítványnak nevezném, aki szintén végigjártam ezt az alapkurzust és az összes ezt követőt. Kiutaztam külföldre, Belgrádban találkoztam először ezzel a tudással, addig nyomoztam, addig hívtam a moszkvai központot, mikor hallottam, hogy létezik ez a tudás, hogy mondtam, hogy ez lehetetlen, hogy az oroszok már 20 éve ismerik, alkalmazzák, számos csodás eredményt elérve, és mi Magyarországon még nem hallottunk róla. Én az orosz tudásomnak köszönhetően végig tudtam ezeket a kurzusokat oroszul hallgatni, és tulajdonképpen egy nagyon aktív kapcsolatfelvétel kezdődött a moszkvai központtal. Egészen konkrétan személyesen Arkadij Nomova és Petrova is találkoztam, és mondtam, hogy akkor én ezt a tudást ide szeretném hozni. Ezzel már egy jó éve dolgozok, saját magam tartok bevezető előadásokat itt Budapesten, és próbálom terjeszteni és az embereket felébreszteni, pontosan ezt a szót használnám, hogy igen, létezik egy másfajta valóság. Tényleg mindenki megkaphatja ezt a tudást, egyszerűen csak segíteni kell az embereket, el kell jutatni hozzájuk azt az orosz irodalmat, ez egy nagy hátránya volt eddig ennek a tudásnak, hogy minden oroszul szerepelt, és hogyha ez a tudás és ez az ismeretanyag eljut az emberekhez, akkor ide hívom a legjobb oktatókat, egészen a forrást, és azt hiszem ez már annyira sikeresen elkezdődött, hogy továbbiakban úgy látom nyitva előttünk minden út. Én elneveztem ezt az új tudat forradalmának, egészen egyszerűen, mert ha minden igaz, és valóban a tömegek elindulnak ezen az úton, akkor itt nagyon nagy változások lesznek a Földön. Miket terveztek, ki jön még? Igen. Kiket várhatunk? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Én személyesen ezt az utat kezdtem el járni, és Arkadij Naumovics Petrovval találkoztam. Ő az, aki járja a világot és utazik, ezért az ő személyes és legjobb oktatóját hívtam meg ide. A további terveim között szerepel, és erre már meg is van a folyamata a tanfolyamoknak, amikor személyesen dr. Petrov oktat, illetve a tudatúj technológiáinál azért meg kell említeni a egyik és legnagyobb, és hármójuk közül, mert hogy hárman vannak itt az orosz tudósok közül, akik ezt a tudást viszik, Grigori Grabovoj Petrovicsot, akinek a tudás anyaga szintén egy olyan ismeretanyag, ami köthető ehhez. Most én nem is akarom ennyire szétválasztani, és az ő képviselője szintén Magyarországra érkezik május végén. Tehát tulajdonképpen mindenféle ismeretanyagot megkaphatnak a résztvevők, a könyvek fordítását, kiadását elkezdtük, és remélem, hogy ezeken a 3-4 napos tanfolyamokon mindenki megtalálja azt, amit szeretne, sőt, aki nem tud részt venni ezeken a tanfolyamokon, a gyakorlórákat, amiket én tartok, mindenkit szeretettel várok. Neked van egy megújult honlapod, hogyha elmondanád a címét, hogyha valakit érdekel, szeretne veled felvenni a kapcsolatot, akkor ez hol teheti meg? Ez a www.végtelenforrás.hu, azaz végtelenforrás.hu. Pontosan azért, mikor én ezt a honlap címet megadtam egy évvel ezelőtt, előtte egy kicsivel, akkor rájöttem, hogy ez az igaz tudás, a végtelen forrás, és azóta, hogy ebben élek nap, mint nap, még inkább el kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon találó. Tehát www.végtelenforrás.hu. Remélem, hogy a terveink, amiket már elkezdtünk tervezgetni, létrejönnek, és hogy egyre több ilyen nagyszerű embert ismerhetünk meg, mint Román. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen a lehetőséget.